Csövek, markológépek, földkupacok jelzik, hogy a bátaszéki szennyvíztelepen javában zajlik a felújítás. A rekonstrukció egy közel 1 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg. Ez egy új medenceépítését és új technológiai elemeknek az elhelyezését jelenti. Erre azért volt szükség, hogy egyrészt megnövekszik majd a befogadott szennyvíznek a mennyisége, másrészt a tisztítási paraméterek már megváltoztak, tehát magasabb határértéket kellett a telepnek biztosítani ahhoz, hogy környezetvédelmi szempontból minél tisztítottabb szennyvizet lehessen kibocsátani. Ez fog lezajlani a beruházás keretében, illetve hát több település részünk is, ahol korábban nem sikerült a szennyvízvezetéket kiépíteni, most hálózattal kerül ellátásra. A beruházás befejeztével Bátaszék egész területét lefedi majd szennyvízhálózat, és megoldódik a szennyvíz elvezetés Lajvéron és Kövesden is, amit a helyiek régóta vártak már. Bátán pedig több ponton szennyvízhálózatot építenek ki. A polgármester szerint ezzel és egy korábbi ivóvízjavító projekttel együtt környezetvédelmi szempontból nagyot lép előre a település. Városra ugyanis csak olyan település válhat, ahol a közművek rendben vannak. A jelentősége nagyon nagy, hiszen pont az a falu rész nem volt ellátva szennyvíz elvezetéssel, ami védett terület, ami környezetvédelmileg nagyon fontos lett volna, és éveken keresztül dolgoztunk a képviselőtestülettel ezért, hogy végre egyszer megépüljön ez a projekt. A közel 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg várhatóan 2020-ra. A településeknek egyetlen forinttal sem kell hozzájárulniuk a beruházások költségeihez, egy pályázatnak köszönhetően.